A kormány döntése értelmében országos szinten 33 milliárdnyi forrás áll rendelkezésre a másod- és harmadrendű utak felújítására. Erről tartott tájékoztatót a héten a megyei közgyűlés elnöke, a megye útügyi biztosa. Lasztovica Jenő kiemelte, a gazdasági növekedés teszi lehetővé, hogy két ütemben összesen 520 kilométernyi útfelújítást hajtsanak végre az ország területén. A megye 1,8 milliárd forintot kapott 17 útszakasz megújítására. Kaptunk mi egy listát a közútkezelőtől, hogy mely utak vannak olyan engedélyeztetési és tervezési fázisban, hogy bármikor hozzá lehet fogni és el lehet kezdeni a munkákat. Erről a listát megkaptuk, és utána a térség vezetőivel, országgyűlési képviselővel leültünk, hogy ők melyiket tartják fontosnak. És ezzel az egyeztetés után lett úgy eldöntve a közúttal közösen, hogy mely területén, mely szakaszok azok, amelyek fontosak turisztikai szempontból, balesetveszély szempontjából, a települések elérhetősége forgalom szempontjából, így jött össze ez a 17 útszakasz, amely nagyon fontos. Illetve voltak olyan esetek, hogy egy hosszabb utat elkészítettek az elmúlt években, de kimaradt, mint tudom, 250 méter. Tehát azért azt gondolom, mindenkinek nagyon furcsa, meg kellemetlen, hogy ilyen nagyon jó minőségi úton autózik valaki több 10 kilométeren keresztül, és utána van egy 250-300 méteres nagyon rossz szakasz, ami épp azért baleset veszélyes, mert egy gyorsabb tempóról hirtelen egy rosszabb minőségi útra jut valaki, akkor ott gondok lehetnek. A munkálatokat két ütemben végzik el a kivitelezők, erről már a megyei közútkezelő igazgatója beszélt. Fekete János elmondta, a megyében összesen 1628 kilométernyi közút tartozik az igazgatósághoz. Évek óta csak adhok jellegű beavatkozásokra volt lehetőségük. Ez a mostani forrás azonban jelentős munkák elvégzésére ad lehetőséget a leginkább elhanyagolt utakon. A legfontosabb nyomvájus, töredezett, repedezett, burkolt útszakaszok lettek kijelölve, amik elindultak: a Pápasalom bekötő út, a 83-as számú főút Akony-Jákó Farkasgyepi térsége, Marcartő térségébe felújítás, ezután pedig mennek sorba a további. Ez a felújítás, ez mit jelent technikai szempontból? Ez nem teljes körű felújítást akar, mint a regionális operatív program keretében lévő útfelújítások. Ez főképp burkolat javítási technológiák, marás, aszfaltozás, helyenként pályaszerkezetcsere. Az útügyi biztos elmondta, a mostani aszfaltozásokon túl továbbiak is várhatóak. A közeljövőben elkészül és a szaktárca elé kerül a megyei területfejlesztési iroda által összeállított dokumentáció, ami a további felújítandó útszakaszok listáját tartalmazza.